Épp egy DT teleszkópnak szeretem a Lokoknak a bovdennyét, és úgy gondoltam, hogy jobb, ha ezt megosztom veled, hogy mit csinálok. Gyere, tartsál velem! Tehát ez a Lokok bovden, ez a DT-XC100-asnak a bovdennye, és gondoltam, hogy javítás közben, tehát ez most ugye azért van szétszedve, mert javítottam, és javítás közben eszembe jutott az, hogy jött egy gondolat, hogy mi lenne, hogyha ez gyorsan videóra venném, és ezt megosztanám veletek, hogy mit csinálok épp, és hogyan fogok elhárítani egy gondot. Egy olyan gondot, ugye erről a bovdenről van szó, egy olyan gondot, amit hirtelen ugye a magyarországi forgalmazó, az importőr nem tudott orvosolni, hisz persze érthető, hogy minden kis kütyümütyű, hát nem lehet neki raktárkészleten, hogy ez egy karbonvilláról van szó, tehát nem egy olcsó dolog, neki is éppen meg kell rendelni, csak hát ki tudja, mikor érkezik ez meg, tehát ez érthető, hogy nincs neki. De a lényeg az, hogy egyszerűen nem tudtak nekem ebbe segíteni. És akkor azt mondtam, hogy húha, hát akkor ezt meg kell nekem most oldanom. Na de mit? Na nézzük. Tehát ugye mutatom, hogy ez hogyan volt összeszerelve. Tehát ugye itt van itt egy ilyen kis menetes kis kütyű, ami fogja tartani, ugye ez megy bele a villába, a jobb oldalsó szárba, ugye felülről, ez menetes, tehát ezt ugye bele kell tekerni, hogyha ez bele van tekerve, akkor ugye a kormányról vezérelhető, mutatom a kis kart, ezt is szétkaptam, mint fogsz a lábtőlőt, úgyhogy óvatosan fogom, tehát ugye itt van a kis kar, ami a kormányom van rajta, és gyakorlatilag ezzel kell állítani ugye egy mozdulattal, hogy a teleszkópnak a mozgását azt ugye kizárjuk. Tehát, ez így van összerakva, és én fogtam, és ezt szétszedtem. Ez úgy történt, hogy egyszerűen fogtam, és ezt kicsavartam, és csavartam, és mikor ezt kicsavartam, akkor ez már frankón, ez így ugye kijött. Ez már megvan. Most megtöröljük. Jó, tehát így ez a része a kezemben volt. Utána leszedtem ezt a részét, mutatom, hogy hogyan. Tehát akkor ugye ez itt a bovdenek a vége látszik, ugye ez a kicsike, és ugye ez van bekötve a kis karba, amivel ugye állítom a lakautot, nézd csak, tehát ugye ebbe a részébe, ide. Tehát ugye ez itt be van kötve, ugye ez egy kis, itt van egy kis menetes szár, ugye ezzel lehet a bovden, magát a bovden feszességet állítani, és ugye ez itt belül, ott van is egy kis nút, be lehet akasztani ide a bovden belső végét úgymond. Na de igen ám, viszont amikor ugye én ezt itt kiakasztottam, ezt a kis bovdent, még mindig nem tudtam ezen keresztül venni, mutatom, hogy min, tehát itt belül ezen, ugyanis egyszerűen beszorult ide a kis végre, erre a részre. Tehát ezt a váltókart, ezt le kellett szednem. Na most fogtam, ezt a váltókart itt, mutatom, lecsavaroztam, volt itt egy ilyen kis fedél. Ez így néz ki. Jó? Tehát egy kis imbusz fogta, ezt hogyha lecsavarozom, okés, akkor most már szét fog jönni ez a kis váltókar. És ugye ezt óvatosan, ezt a váltókart ugye ezt levesszük, mindjárt forgatom majd, jó, lejött, így, akkor gyakorlatilag még azt is néz meg, hogy van ott a belsőbe egy kis golyó. Erre figyelj, hogy ez ne essen ki, vagy illetve ki is veheted, félreteheted, és utána majd összeszerelésnél egyszerűen csak fogod, és ezt, látod, egyébként az a kis golyó, tudod, ide fog bepasszolni, hogy a zárás és nyitás funkciót látja, hogy itt ugye megakad. Tehát egyébként egyszerű lesz az összepakolása, mert ennyi az egész, láttad? Már össze is tettem, és már csak vissza fogom húzni. Na, de a lényeg. Miért mondom én ezt el neked? És mi itt a probléma? Tehát a következő. Tehát, ugye ez így néz ki, így van benne, tehát amit az imént itt mutattam a teleszkópba. És egy lényeg, tehát láthatod. Egyszerűen ez a bovden töve megtört. Megtört, és ugye a szálak kihajlottak, és egyszerűen ugye nem működött ettől a lockout. Most ez bármikor előfordulhat. Beakadhat, akár egy borulástól, és itt a tövénél megtörhet. De meg kellett, hogy oldjam ezt a problémát, mert nem lehetett jelen pillanatban ezt beszerezni. Nagyon macerás lett volna. Tehát, ugye, na most ezt fogtam, és azt csináltam, hogy itt még megtisztítottam ezt a részt, és fogtam egy kis fogóval, tehát ez sokkal durvábban ki volt hajolva, tehát abszolút.
ki volt hajolva. Én ezt fogtam, és egyszerűen fogóval visszahajtogattam egyesével. Frankon vissza, hogy simuljon. És ugye fogtam, és azt csináltam, hogy elkezdtem szépen, mutatom, a helyére éleszteni. Szépen tettem. Hál' Istennek, tehát ugye ez bele csúszik ebbe a kis menetes szálnak a belsejébe, és akkor ezt meg tudtam csinálni, és a helyére élesztettem, akkor szépen, hogy minden egyes szál a helyére kerüljön, óvatosan, tehát ugye közben nyomkodtam a helyére, tehát én ezt már megcsináltam, csak én ezt most szétszedtem meg itt, hogy ezt lásd, hogy mi történik, jó, mert ez így tényleg életet mentett, tehát kellemetlen lehet, hogyha esetleg valamikor a ilyen vagy ehhez hasonló tereszkópod van, és ilyen a megoldása, vagy hasonló, akkor mit lehet vele csinálni? És látod? Tehát szépen, tulajdonképpen tolom a helyére, és na most, amikor ezt helyére toltam, na voilà, nézd meg! Ez olyan szépen stabilan tart most innentől kezdve, hogy ihaj! Jó, nézd meg, tehát tényleg frankon jól a helyén van, és most már, hogyha hajolni is fog, látod, nem fog kicsúszni, de hát ezt majd meg fogjuk nézni majd ugye menet közben, amikor frankon most mindent a helyére teszek, akkor láthatjuk ugye, hogy ez milyen lesz a végén. Egyébként én azért kötöttem ki még a szenárom, én azért kötöttem ki a kis karból is a bovdent, hogy minél könnyebben tudjak ugye vele dolgozni, hogy a bovden, tehát a feszességén ugye, mert itt egy kis rugó van, és ez folyamatosan feszít, tehát ugye ezt nem lehet kiittatni, a feszességen egy kicsit enyhítsek, hogy így könnyebben tudjak vele dolgozni. Lehet, hogy nem feltétlenül muszáj ezt neked kikötnöd, én kikötöttem, mondom azért, hogy tudjak vele könnyedén dolgozni. Na, hát akkor most ugye összelökjük, úgy, ahogy én ezt elmondtam az előbb, tehát ugyanúgy nyilván ezt összeszedelem, és akkor nézzük, hogy akkor ez mennyire vált be ez a módszer. Na látod, és akkor így néz ki összeszerelve, ugye ide bekerült a kis Bogdan a helyére, a lopótkor visszakerült szintén a kormányra. Pár percig tartott egyébként az egésznek az összeszerelése, tehát nem volt egy nagy vasszizdasz. És látod, hogy milyen stabilan van, jobb, mint új korában. Tehát abszolút, de nézd meg, hogy hajlítgatom, tehát nem csak állni fogjuk, és akkor így hirtelen egy megrántjuk, meg ide akad valami, és kijön. Nem, az eléggé stabilan van, gyakorlatilag tényleg jobb, mint új korában, tehát így nem látszik rajta semmi frankó. Na és akkor nézzük, hogy most ugrik a majó. Na, hogy akkor hogy működik? Tehát akkor ugye, most működés közben, ugye rátámaszkodok, behúzom az első féket, nyomkodom. Na akkor nézzük, a karom mozdítok, lapótkorom, és akkor most rá nehézkedem, és semmi, meg sem vacsam, kész. Lapót vissza, zár, vissza, teszteljük az érrel, és megint zár, és király, abszolút jó munkát végeztünk. Na látod, ez tényleg egy jó szervíz volt. Szerintem a kis karbonkerékpár a karbonvillájával megérdemelte. Hát főképp a gazdája biztos, hogy örülni fog neki. És legfőképpen, ha neked is tudtam adni egy nézőpontot, akkor aztán mindenki happy. Látod, egy kis bovden törés mit okozhat, és hogyan kell elhárítani. És ahogy mondtam neked, azért is különösképpen fontos ez, mert most fáradtunk volna rá hónapokon keresztül, ha nem vagyunk ilyen leleményesek. És ki tudja, az áráról meg nem is beszélve, hogy mennyi lett volna. Úgyhogy köszönöm, hogy velem voltál, találkozunk legközelebb is, iratkozz fel a csatornánkra!